Én mindig imádom olvasni, amikor azt látom, hogy 85% a magyaroknak uniópárti. Meg akarjuk őrizni közös pénzünket, az eurót, és azt szeretnénk, ha azt Magyarország is bevezetni. És titkos szolgálati együttműködésre is szükség van. Ezért létre kell hoznunk az Európai FBI-t és CIA-t. Szeretnénk közös pénzhez közös pénzügyminisztert is, aki minden állam gazdálkodását felügyeli. Kiállunk azért is, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. A Momentum végső célja az Európai Egyesült Államok? A Momentum végső célja az nyilván az Orbán Viktor által dominált rendszer megdöntése és egy normális, élhető Magyarország létrehozása. A Momentum azért... Európai szinten mi a Momentum célja? Európai szinten most jelenleg az a cél, hogy Magyarország ne maradjon le. Hogy Magyarország, hogy a kétsebességes Európa alakul ki, akkor ne a második sebességben a szégyenpadon üljünk. Nekünk Európáról, Magyarország tekintetében van víziónk leginkább, mivel mi a magyar emberek érvényesülését szeretnénk ott segíteni. Mi mindent meg fogunk tenni az európai integráció segítése érdekében, de ezt csak és kizárólag Magyarország érdekeit szem előtt tartva fogjuk megtenni. Nyilvánvalóan elképzelhető, hogy egyszer majd eljutunk odáig, hogy Európai Egyesült Államok, de mi egyelőre most az okos integrációba hiszünk, és azt gondoljuk, hogy mindent azon a szinten kell megoldani, a leghatékonyabb, leggazdaságosabb és a legjobban megoldja a problémákat, és van, amit nemzetállami szinten érdemes még tartani, de mi azért egyre inkább abba hiszünk, hogy legalább regionális, ha csak nem európai megoldások kellenek a legfontosabb problémák megoldására. Én hiszek abban, hogy Magyarországnak meg kell maradnia, mint államiság, meg mint közösség, és meg is fog maradni. De ettől függetlenül az együttműködést azt fokozni kell. Mi olyan intézkedéseket is javaslunk, amik előre mutatnak egy egyesült Európa irányába, de még nem vagyunk ott. Beszéltünk ugyebár az euró bevezetésének a fontosságáról is, és ezzel kapcsolatban viszont mindig el is mondjuk, hogy a közös monetáris politikához kell, hogy egy közös fiskális politika is társuljon, azaz mi hiszünk abban, hogy jó lenne egy közös pénzügyminiszter többek között, illetve szeretnénk, hogyha a menekült kérdés is egy közös európai megoldás lenne, ezen belül azt gondoljuk, hogy a közös határvédelem és egy közös európai hadsereg az a kérdés, ami most már megkerülhetetlen. Európai vadászgépeket akarunk látni Európa egén, európai hadiflottát a tengereinken, és európai harckocsikat a határokon, vagy akár azokon is túl. Látszik az, hogy Orbán Viktor Európa szétverésében érdekelt. Ők egy kicsi, gyenge és széthúzó Európát akarnak. Kiindulva abból, hogy a magyar emberek mennyire otthonuknak érzik Európát, több mint 80% mondta azt, hogy pozitív véleménye van az Európai Unióról. Én azt gondolom, hogy nem lenne komoly ellenállása egy nagyobb fokú európai integrációnak. Én nem gondolom azt, hogy egy nagyobb integráció, mélyebb integráció annyira sokkolná a magyar közvéleményt. Egyszerűen az a probléma, hogy nagyon-nagyon távol állnak a magyar állampolgárok attól, ami az Európai Unióban történik. És erre játszik rá most az Orbán rendszer. Amikor brüsszelezik, amikor felső hatalmakat vizionál, aki megpróbál beleszólni a mindennapjainkba, azzal erősíti azt a tudatot, hogy nem tudjuk, hogy mi az, nem megfogható, nincs közel hozzánk. Én mindig imádom olvasni, amikor azt látom, hogy 85% a magyaroknak uniópárti. Ugyanakkor meg Orbán Viktor képes egy sikeres kampányt felfűzni arra, hogy már évek óta Brüsszel ellen hergeli az embereket. Hogyan lehet megugrani a magyar társadalomban azt, hogy ne lehessen Brüsszellel riogatni, mert annak mi is a tagjai vagyunk. Szerintem nem lehet Brüsszel riogatni. Szerintem a bevándorlókkal lehet riogatni, terrorizmussal lehet riogatni, Brüsszel riogatni. Ez történik. De akkor miért vannak azok a nagyon pozitív számok, hogy az embereknek a 4/5 az szereti Európát és az Európai Uniót is itt akar maradni? Szóval én szerintem ez egy teljesen hatástalan kampány a Fidesz részéről, totális mellélövés, és egyébként a magyar emberek nagy részének a szemenköpése, akik szeretik Európát. Látszik az, hogy a magyar emberek maguktól Európa pártján vannak, és mi azon fogunk dolgozni, hogy annak ellenére, hogy a fideszes gőzhenger beszántotta a szabad sajtót, és minden lehetséges eszközzel meg akarják folytani a pártokat, a mi kampányunk el tudja juttatni a mi üzeneteinket minél több településre, minél kisebb településekre, minél több emberhez, és akkor van egyenlő esélye annak, hogy ez a két vízió, az erős és egységes Európa víziója, illetve a kicsi, gyenge és széthúzó Európa rémálma érdemben meg tudjon mérkőzni. Pontosan tudom, hogy EU-s pénzből sajnos nem lehet tanári és orvosi fizetést emelni. Mi azért fogunk viszont dolgozni az Európai Parlamentben, hogy az EU-s pénzt kórházakra és orvosokra, iskolákra és tanárokra, munkahelyekre és munkavállalókra lehessen költeni. Kórházak, iskolák, munkahelyek.
hát ez a Szent Háromság, amivel nekünk foglalkozni kell, és az EU-s pénzeket ezekre a célokra kell költeni, iskolára, kórházra, munkahelyre. A programban ugye benne volt az, hogy az Európából, vagy az Unióból érkező támogatásokat, azokat szinten kell tartani, de hát a britek kiváltak, vagy kiválnak, vagy kiváló félben vannak, így eleve kevesebb az a pénz, hogy lehet ezt szinten tartani? Nem csak miattuk kevesebb az a pénz, Orbán Viktor miatt kevesebb az a pénzcsapokat, azokat el fogják zárni. Most már látunk olyan lépéseket, amik jogállamisághoz, demokráciához kötik az EU-s pénzeket, és Magyarország az pedig az az ország, ahol ezek nincsenek. Ezeket elvették tőlünk, minket meg akarnak folytani. Hány helyet fog szerezni a Momentum? Szerintem egyet biztosan, de még az is lehet, hogy kettőt. Mi nem tartjuk kizárnak akár a két hely elérését sem, de akkor sem fogjuk visszadobni a labdát, hogyha azt mondják, hogy 3 vagy 20 helyet fogunk kapni. Reálisan szerintem 2-re, és a 3-at sem zárnám ki.